Köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben sakkmagazin adásában. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, a szakértőnk és műsorvezető társam pedig Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit köszöntök. Az előző adásunkban beszámoltunk a nyírségi torna nemzetközi sakverseny végeredményeiről, az NB2-be jutás osztályozó mérkőzéseiről, és nekikezdtünk a magyar saktörténet egyik legnagyobb alakjának, Lilienthal Andor nagymester pályafutása bemutatásának. Bemutattunk egy olyan partit, amelyben a nagymester azt mutatta be, hogy milyen elképesztő taktikai vénája volt, a kubai gépsakkozót úgy megverte, az ex-világbajnok Capablancát, ahogy soha senki még. A nagymester természetesen nem csak a taktikai küzdelemben volt nagymester, világklassz is, benne volt a legjobb éveiben az első 10-ben a világranglistán, hanem meg tudta verni pozíciós küzdelemben a szovjet sakk pátriárkáját, nevezzük a szovjet sakk megteremtőjének, aki egy egész időszakban volt világbajnok, Mihail Mojszejevics Botvinniket is. Ezt a partit 1940-ben játszották a szovjet bajnokságon, amikor is a szovjet bajnokságot ki más nyerte volna, mint Lilienthal Andor nagymester. A parti és a szovjet bajnokság történetéhez hozzá kell tenni, hogy Lilienthal nagymester ekkor már a Szovjetunióban élt, és várt arra, hogy megkapja a szovjet állampolgárságot. A versenykírás szerint az a nem szovjet állampolgár, aki megnyeri a szovjet bajnokságot, megkapja a szovjet állampolgárságot és az ezzel kapcsolatos versenyzési jogokkal, lehetőségekkel. A szovjet sakkszövetségnek ekkor a fiatal titán Botvinnik volt a kedvencük, őt szemelték ki, hogy ő legyen a jövő világbajnoka. Hát Lilienthal nagymester meglehetősen szembeszegült a szovjet sakkszövetség ki nem mondott óhajával, rettenetesen megverte Botvinniket az egymással vívott partiban, és megnyerte a szovjet bajnokságot is. Természetesen nem kapta meg a szovjet állampolgárságot, egy igen magas korifeushoz írt ezek után Lilienthal nagymester egy pársoros levelet, amire rögtön megkapta a szovjet bajnokságért az aranyérmet és az állampolgárságot is. Ezek után a szovjet sakkszövetség rehabilitált egy Monste bajnoksággal Botvinnikot, ahol lehetőséget adott arra, hogy Botvinnik megnyerje a szovjet bajnokságot, míg Lilienthal nagymestert közvetlenül a verseny előtt elküldték egy olyan szimultán körútra a Szovjetunióba, ahol lovas fogadta, szekérrel utazott faluról falura, alaposan kifárasztották a nagymestert, hogy nehogy megnyerje a Szovjetunió abszolút bajnoka címért kiírt versenyt, ami természetesen a kedvenc Botvinnik vívott. Botvinnik természetesen világbajnoki rangú sakkozó volt, az a sakkozó, akit, tudom hihetetlen kimondani, még maga Bobby Fischer is rendkívül tisztelt. Nézzük, hogy a korszak abszolút első sakkozóját, Botvinniket hogyan tudta megverni Lilienthal pozíció sakkal, elképesztő ötletekkel. A parti bemutatására nagymester téged szeretnének felkérni. Tehát akkor lássuk a fehérrel vívott küzdelmét Lilienthal Andornak, ugye Botvinnik ellen. Ami nagyon érdekes, és hát én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus partit láthattunk, tehát pozíciósan nagyon-nagyon, hogy úgy fogalmazzak, lesöpörte a tábláról Botvinnikot, semmi esélyt nem adott neki, tehát mindenképp egy kiváló partinak leszünk szemtanúi. D4-jel kezdett világos, ugye huszár F6-tal folytatta, C4, E6, és ugye itt már a Nimzu Indiának egyik legjobban ismerő ugye játékosa volt Botvinnik, úgyhogy ezért inkább az óvatosabb és magabiztosabb huszár F3 vezérindiait választotta Lilienthal Andor, amire B6 következett, ugye ez a vezérindiai védelem G3-mal folytatta világos, ez nagyon népszerű a mai gyakorlatban is, versenygyakorlatban is ez a megnyitás. Futó B7 következett. Ekkor még nem volt divatban a futó A6-os. Futó A6, futó B4 sakkot adnak be nagyon sokan. Most Igen. Talán az a legdivatosabb, hogy futó B4, futó D2 és futó E7-tel visszaviszik a futót. Ugye rosszabb helyre zavarják azt a C1 futót. Ugye itt még a régi szép idők
ből származó ugye változatot láthatjuk. Futó G2-vel folytatta. Világos, futó E7, ugye sánc, sötét is elsáncolt, huszár C3, huszár E4, és vezér C2 következett. Tehát az E4 pontért vívott küzdelem. Igen, hát itt F5-öt szoktak lépni, amire ugye általában huszár D2-vel ki szokták szedni azt a lovat. Úgyhogy ezért itt inkább leütött azonnal, a fekete huszár üti C3, amire vezér üti C3 következett, és D6-tal folytatta fekete, ugye itt a huszárnak D7-en próbál meg helyet szorítani. Rendkívül rugalmas felállás ez. Fekete, ugye itt lehet C5-tel játszani, majd E5-tel játszani, ugye C vonalon, akár az E vonalon is. Tehát itt még egy kicsit, ugye, ahogy mondtad, rugalmas, ugye eléggé flexibilis ez az állás feketével, habár ezt most nem sikerül bemutatni ebben a partiban. Vezér C2 következett, ugye ennek az az értelme, hogy esetleg E4-gyel megszerezze a centrumot, világos, úgyhogy ez F5-tel nem engedte fekete, és huszár E1 következett, ugye ennek az az értelme, hogy leüt, hát valószínűleg le kellett volna ütni a futót, az lett volna a legjobb, huszárral visszaüt fehér, és akkor utána ugye huszár F4-jel az E6 pontra szeretne rájátszani, és D5-tel, ugye ezért nem ütött még le fekete, de ettől függetlenül ez lett volna a legjobb lépése. Huszár C6-tal folytatta, amire D5 nagyon erős lépés, ugye azonnal felszedte a centrumot, ugye az E6 pontot kiukasztotta hosszú távon fehér, E-üti D5 következett, amire C-vel visszaütött fehér, és huszár B4 jött. Ugye itt most megvan támadva a vezér és a gyalog, hát itt vezér D2-t kellett lépni, ez a legjobb lépés. Ugye itt most bezártuk a futónkat, de ugye megtámadtuk azt a huszárt, és a huszárnak igazából nincs most helye. A5 egyetlen lépés. Ez egy nagyon paradox lépés volt ez a vezér D2, mert látszható, hogy bezárta a C1 futót, viszont egy nagyon mélyen szántó blokkád ötletet valósít meg Lilian Tán. És a futó majd esetleg a nagy átlóra fog majd menni B2-re. Ugye A3-mal természetesen visszazavarjuk azt a huszárt, hogy ne legyen ott aktívan, ugye egyértelműen rosszabb helyre zavarjuk, A3 ugye megérkezett, amire huszár A6-on volt csak helye, és B4-jel, ugye ha megnézzük, ezt a huszárt eléggé, ugye foci nyelven szólva, tacsra tette, ugye ez a B4 gyalog, tehát szörnyű rosszul áll A6-on, és ugye egész egyszerűen futó B2-vel, meg is a huszár majd érkezik, akár D3, F4-en keresztül E6 felé, tehát pozíciósan, tehát megnyerte ezt a küzdelmet fehér egyértelműen, és ezt elég simán. Ugye most még konkrétan fenyegetek A5-re is ütni, és ugye gyalogot nyerni. Futó F6-tal ugye ellenségeket próbált meg fekete megszerezni, futó B2-vel ugye az aktív tisztjét kiszedjük feketének, vezér D7 következett, amire futó üti F6, bástya üti F6, és huszár D3. Ugye, amit mondtuk, a huszárnak, én úgy gondolom, hogy F4-en keresztül E6 felé elég nagy ereje van. Lyukas az E6 pont. Igen, és majd ugye, fog egy H6-ot is lépni fekete, a G6 is kiukad majd mellette. Hát ugye most az A5-öt már nem nagyon engedhette meg, hogy ugye leüsse fehér, A4-et lépte fekete, erre bástya a C1, ugye félig nyílt vonal, a bástya hihetetlen jó helyen áll, a legjobb helye itt van a C vonalon. Ugye nem fenyegetem a C7-et leütni, de folytonos támadás alatt tartjuk azt a C7 gyalogot. Vezér F7 jött, amire huszár F4, ugye folytattuk a pozíciós tervünket, futó C8 következett. Ugye. Azt hiszem ki lehet mondani, hogy magasabb értelemben véve sötétnek már annyira nehéz a talaj a láb alatt, hogy szinte veszve van. Hát igen, magasabb értelemben igen, de hát ugye még mindig be kell tudni fejezni. És ugye erre mondjuk azt, hogy melyik figurám nem játszik még az F1 bástyám, úgyhogy bástya C3-mal, ugye a C vonalon az F bástyának újra helyet biztosít. Futó D7 következett, amire bástya FC1. Tehát most van az ideális pozíció, amikor szinte minden figurám jól áll, ugye feketéről ez ugye nem mondható el. H6, ugye ez egy újabb gyengítés volt, amire ugye az volt a terve majd, hogy esetleg G5,
hogy visszazavarja azt a lovat, vagy D3-ra, vagy előre ugye E6-ra. Ez H4-gyel kivédte fehér, és ugye H5-tel még a G6 is elgyengült most, a G6 pont is. Bástya A7, ugye hát védeni kell a hihetetlen, hogy milyen szenvedés van feketébe ott a vezérszájon. Az A6 huszár semmit nem csinál. A bástya A7-en csak védi, ugye most a lovat, vagy az A4 gyalogot, C7 gyalogot. Addig fehérnek minden figurája támadó helyen áll. Ugye bástya A7-tel esetleg kiment abból, hogyha huszár E6, futőüti E6, D-üti E6-tól, ugye, hogy megnyíljon a futó átló, hogy azt ne kelljen kötelező ott leütni. H5-tel folytatta fehér, ugye egy újabb gyengeség, G6 pont. Bástya A8-al visszament, amire bástya E3, ugye. Egy újabb félig nyílt vonal, és a bástya most ugye, vagy a huszár E6-ról, vagy huszár G6, és bástya E7-ről szeretne jönni. Tehát most már a C7 gyalog helyhez van kötve, igen. Az már egy biztos támadási egy pont. Egy újabb behatolási most... mező, az E7 mezőt találta meg fehér. Bástya E3 következett, amire király H7-et lépte fekete, amire bástya C3. Mindenre van időnk, ugye feketének semmire sincs. Bástya B8. Hát én erre azt szoktam igen mondani, hogy ezek már ugye a végső lépések, tehát mint amikor kifogják a halat, és ugye ott már lubickol, vagyis hát ugye próbál menekülni, de már nem tud a hálóból menekülni. Vezér D3-mal ugye az A6 huszára rájátszottunk, bástya A8, és most következett huszár G6. Ugye most nincs más, bástya E7 fenyeget, kötelező volt minőséget áldozni, bástya üti G6-tal, kicsit enyhítsen a nyomáson, H üti G6, király üti G6, de hát, ugye, hogy stílszerűek legyünk, bástya E6-tal egy újabb, irtóerős, kellemetlen lépés. Ugye a futóval leütjük, visszaütjük gyaloggal, és a G2 futó az A8 bástyát le fogja ütni, úgyhogy király H7 volt az egyetlen, és G4-gyel egy újabb kötést használunk ki, ugye a D3 vezér az F5 gyalogot kötésben tartja, C5, következett még, amire B5-tel ugye visszaszorította huszár C7, és G üti F5 következett. Tehát mindig nem lehet jól ütni az E6-ot, mert visszaütök a D-gyaloggal. Huszár üti B5 jött, amire F6 sakk, ugye felszette a királyállás, király G8, és bástya C4-gyel, ugye újabb bástyát hozok játékba G4-ről, bástya E8 jött, bástya G4, amit csak G5-tel lehet védeni, és erre bástya üti E8, futó üti E8, és bástya E4. Következett, hogy E7-ről ismételten ugye a fekete állásba behatoljon ez a bástya. Király F8, bástya E7, ugye és vezér G6-ra, pedig futó E4. Ugye nem engedünk, hogy vezér cseréljen. Vezér H5 következett, erre pedig futó F3, és vezér G6-ra pedig bástya üti E8-al stílszerűen végzett. És ugye, hogyha ezt vezérrel visszaütötte volna, akkor vezér H7 azonnal. És G vezér G7, és vezér G7 azonnali mat vezér üti H6, vezér H8, minden fenyeget ebben az állásban, úgyhogy itt feladta fekete. Hát ez valami, tehát hihetetlen, hogy tehát mintha nem lettek volna egy súlycsoportban, pedig ugye hát Botvinnik már akkor is szuper sakkozó volt, szuper Botvinnik akkor már világbajnok jelölt volt, világbajnoki döntőre készült, csak közben hát szólt a második világháború, hát nagyon. Nem mosták le még Mihály Bojszajevicset. Igen, tehát egyszerűen, hogy bástya A7, bástya A8, bástya B8, bástya A8, tehát gyakorlatilag nem volt erről feketének, tehát a nagymester milyen más világbajnokokkal mérkőzött meg? Hát... Erre mutatsz-e nekem partit? Igen, a Smith-Love elleni partija is nagyon jól sikerült, ugye Lilienthalnak, és hát ott is ugye egy fantasztikus partiban fehérrel verte meg ugye a világbajnokot. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a következő partit is érdemes lesz figyelemmel kísérni a nézőknek. Nézzük akkor. Tehát ismételten ugye fehérrel volt Lilienthal Andor, és ugye Vasily Smyslovval játszott. 1947-ben játszották ezt a partit. Ugye D4-jel kezdett
jól megszokott ugye vezérgyaloggal, huszár F6-tal folytatta sötét, C4 következett, amire E6, és most visszatért ismét a huszár C3-hoz, amire ugye Nimzu indiai védelem, futó B4-gyel folytatta fekete, E3, ugye most már egy picit javítja az A3-as változatot, ugye a Rubinstein változatot, C5 következett, ugye azonnal a centrumot megtámadta fekete, A3, ugye futő üti C3, B üti C3, huszár C6, és futó D3-ra, ugye fejlődött fehér, hát itt B6-ot lépte fekete, ugye itt megint a futó alt huszára 5 lett volna a terve, a legjobb lépés az valószínűleg D6, vagy akár még E5 is érdekes lépés lett volna itt, ugye a mai felgyorsult ugye megnyitás elméletben már egyértelműen ezeket játsszák, és nagyon sok szép győzelmet aratott Polgár Judit, Almási Zoltán ebben a színben, ennél a szín, tehát feketével ebben a megnyitásban. Hát ekkoriban még csak dolgozták ki 69 évvel ezelőtt a nimzó-indiai védelem különféle rendszereinek az elméletét. Huszár E2-vel folytatta fehér, ugye kifejlődött, amire D6 következett, ugye E4, és huszár D7. Hát futó alt huszár A5-tel az egyértelműen jobb lett volna, huszár D7-tel ugye visszakozott, elsáncolt fehér, elég egyértelmű, E5-tel folytatta fekete, ugye azonnal a centrumot, hogy zártan tartsa ugye a huszároknak az állást, és a futóknak ne nyíljon ki. És itt most érdekes, egy talán egy pontatlan lépés jött fehér részéről, ugye F4-gyel, valószínűleg huszár G3 lett volna a legjobb lépés, de ez ugye arra, ez a lépés azt célozza, hogy nyissa minden áron az állást a futóknak. Tehát egy elég logikus lépés, és úgy gondolom, hogy ha még huszár G3 jobb lépés is, de ez egy nagyon, nagyon kifejezetten jó lépés és logikus lépés. Smyslov valószínűleg a Joner féle blokkádba, a D5 kiprovokálásába akarta Lilienthalt belehozni, belehívni, hát ez nem sikerült, hát ez a 1925-ből való mondjuk érdekes, hogy abban is komoly teljesítményeket érte, úgy emlékszem a Portis-Hübner páros mérkőzésen volt az terítéken ez a blokkád. Igen, D5 és akkor utána, hogy megyek előre. Igen. Hát itt is ugye a vezére 7 következett, ugye megpróbáltott az E5 gyalogot ugye alátámasztani, és most F üti E5, ugye huszár G3 megint bonyolult és jó lépés lett volna, ugye ezt visszaütötte D-vel, és ugye itt ami érdekes, hogy ugye nem zártan, hanem kinyitotta az állást, ugye D üti E5-re, és leütötte ezt az E5 gyalogot, fehér, ami ugye furcsa, mert most két dupla gyalogon van, és ugye szétesik a szerkezetem, de megmarad egy D5 pont, amit ugye huszárral el fog foglalni világos, és hogyha az bármivel üti, akkor ugye a C gyaloggal visszaütök, kiegyenesedik a dupla gyalogom, amúgy meg egy akkora pont ez a huszárod D5-ön, hogy gyakorlatilag jól nem lehet kiütni, amúgy meg a centrumban egy hihetetlen erőteljes. Sötét pont. Viszont megkapja az E5 pontot. Igen, ő huszár D üti E5-tel folytatta, huszár F4, ugye a terv, folytatta fehér, és futó G4, ugye itt két fehér gyalog ott van, E4-en, C4-en, nincs szükségünk erre a futónkra, világos mezőn mozgó futónkra, futó E2-vel kicserélte ezt a futót. Hát lehet, hogy futó E6 érdekesebb lett volna, vagy jobb lett volna. Természetesen nem ütöm le huszára, hanem ott is D5-re állok be, de akkor az E2 futómnak nem nagyon van terepe. Így ugye megszabadultam a rossz, idézőjelben a rossz figurámtól, az E2 futómtól, tehát futőüti E2 következett, amire ugye vezérüti E2, ugye F6-tal alátámasztotta ezt az E5 lovat. Fekete, huszár D5, következett és vezér F7-re, pedig futó F4-gyel, ugye az utolsó figurával is kifejlődött fehér, amire elsáncolt. Fekete ugye befejeződött a megnyitásnak az utolsó szakasza ezzel a sáncolással, futó üti E5, következett ugye ez csak huszárral lehetett ütni,
huszár üti E5-tel, visszaütött, és ugye A4-gyel jött világos, ugye A5-tel gyengíteni a B6 gyalogot, vagy hogyha esetleg fekete ütne, akkor meg a C5 és az A7 gyalogot egyaránt, ugye ezzel a D5 huszár annyira jól áll, hogy ugye a B6-ot simán fogjuk támadni. Huszár C6-tal ugye ezt nem engedhette meg, de csak egy darabig, vezér G4-gyel fehér elkezdett egy picit, ugye most F6-ra fenyeget ütni, ugye létrehozott egy kötést a G7 gyalog ellen, ugye a G8 király előtt van a G7 gyalog. Ugye hát fenyeget az... huszár F6, és ha vezér üt F6, akkor bástya üt F6, és óriási igen. anyagi nyerés. De bástya üti F6 is elég erőteljes tervnek, és hozom az a bástyámat C6-ra fenyegetek ütni, tehát az is nagyon erősen fenyeget, úgyhogy hát itt valószínűleg huszár E5, el, vissza kellett volna menni, megtámadni a G4 vezért, és vezére 2, huszár C6-tal lépésismétléssel döntetlenbe kellett volna átevezni. Na most ugye itt fekete annyira úgy gondolta, hogy jobban áll, hogy király H8-al kiment a kötésből, és ugye nyerésre próbált megjátszani, és erre jött egy nagyon érdekes lépés, A5. És innentől kezdve ugye megbojdul az állás, itt persze hibázott fekete, tehát itt mindenképp ez gyaloggal kellett volna ütni, és bástya FB1-re pedig bástya B8, bástya AB8-at kellett volna lépni, ami objektíve egyenlő álláshoz vezetett volna. Na most ezt huszárral ütötte, ugye annyira pozíciósan nézte ezt az állást fekete, csak pozíciós szemmel, nem hitt abban, hogy ennyi tiszt meg tudja támadni, szét tudja szedni a fekete királyállást, hogy bizony ez a vesztét okozta feketének. Huszár üti A5 jött, ugye, ami pontatlan volt, E5, ugye, ami azonnal ugye a fekete királyásnak a szétszedésére irányult. F5-öt lépett, ugye fekete, amire következett vezér E2, és bástya AE8-ra pedig ugye hozta az arról vonali bástyáját E8-ra, bástya AE1 következett. Ugye az E-gyalogat fenyegetés, E6, E7 fenyegetés, teljesen az az E-gyalog, ugye nagyon erős szabad gyaloggá vált, és ugye teljesen megbénítaná az egész fekete haderőt. Bástya E6-ot egyetlen volt lépni, ugye huszár F4, ugye ezt nem engedheti meg, ha elmenne a bástya, akkor E6, E7, huszár D, hogy gyakorlatilag egyenlő a feladásra, úgyhogy inkább minőséget áldozott. Fekete bástya F8, huszár üti E6, vezér üti E6, és ugye vezér D3-mal az F5 gyalog ellen ugye támadást intézett, G6, de megvédte fekete, és bástya F4-jel a C4 gyalogot viszont most fehér védte meg, huszár C6, következett is, amire vezér D5 jött. Na most az egyetlen az lett volna, hogyha ezt leüti fekete, de ott is vesz van, mert ugye C üti D. Most huszár üti E5-öt lépte fekete, és erre ugye egy nagyon finom lépéssel, ugye huszár F3 fenyeget, ugye felfedéses motívummal lenyerni az E1 bástyát, viszont ugye kötés is van, amikor egész egyszerűen azt kell csinálni, hogy kimegyünk ebből a felfedéses sakkból, király F1 következett, ugye már nem tud elugrani a huszár sakkra, és a kötés örökre ott ragad az E vonalon. Egész egyszerűen bástya F2, bástya E2 ellen nincs ellenszer, ugye király G7-tel még próbálkozott, amire bástya F2 következett, király F6, ugye bástya FE2, de ugye nem tudott menekülni ebből, H5, és ugye vezért nyert fehér. Bástya üti E5, vezér üti E5, bástya üti E5, bástya üti E5, ugye vezér D6 sakk, hát és itt most szépen a gyalogokat. Amúgy még nem lenne olyan vészes ez az állás, csak fekete elveszíti a gyalogjait, A7-et, B6-ot majd szép lassan, és akkor ugye elveszti a partit is. Bástya E6 jött, amire vezér F8 sakk, király E5, vezér B8 sakk, ugye kettős támadás, király F6-tal visszament, vezér üti A7, ugye egyel kevesebb gyalog, király G5, vezér D7, bástya E4, és király, vezér
D8 sakkal ugye megtámadta a király, király H6, H4, ugye ez egy vezér H8 mattal fenyeget, király G7, következett vezér C7 sakk, király H6, és vezér üti B6 után a reménytelen küzdelmet feladta fekete, tehát ugye itt egyértelműen a C5 is lóg, ugye vezér F6-tal a H6 királynak a helyzetét is azonnal szemügyre veszi ez a fehér királynő, úgyhogy... Tehát nem üthető a bástyával C4, mert arra következhet mondjuk vezér F6, és ha király H7 védi az azonnali matot, de arra a vezér F7, és akkor sakk egyúttal a következő lépésben a C4 bástyát is leüti Lilienthal. Úgyhogy hát ez azt mondom, hogy igazából ugye az előző partiban az egy sokkal nagyobb agyonverés volt a Botvinnik részéről. Itt egy kicsit könnyelmű volt a Szészlov, úgy gondolta, hogy elbírja az állás azt, hogy ugye elfogadja azt a gyalogáldozatot, és ugye a huszár kiszorult a védelemből, és abban az egy gyalogban hihetetlen nagy erő volt. Vaszilij Vaszilijevics megtanulta, hogy ha Lilienthal gyalogot áldoz, igen, akkor azt nem szabad elfogadni. Azt meg kell gondolni kétszer is, hogy elfogadjuk-e, vagy hogy fogadjuk el. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kedves nézőink! Következő szeptemberi adásunkban folytatjuk a nagy magyar sakkozók sakművészetének bemutatását. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!